Szevasztok, Mangókák, üdv egy újabb epizódban. Képzeljétek el, hogy ma van a csapat zakuszka készítő napja, és ráadásul pecsenyek a csomás zsírjában is készül, mind a kettő üst mennyiségben. Lackó, ahogy szokta, nincs itt, kapcsolnám a kameráját. Csabi, te buborékkal! Ja, buborék! A Lackót az 9-re hívtuk. Egy pontos időt kérnék. 4:11. Gördeszkával vagy, Lackó? Nem, ne is viccelődjünk, szerintem jó. Lackó, hát ezt te nem is csináltad, ez veled történt. Á, gyerekek, Kuti Bé a házban, just saying. Na, gyerekek, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Elmegyünk egy nagyon érdekes helyre, egy borászatba. A méltán híres, toszkán jellegű és hangulatú budafoki tanggazdaság. Olyan könnyű a lebegés, körülöttünk fúj a szél, mi körbe veszünk buborék, bár csak mindig itt lennél. Tudod, hogy nem vagyok ide való, nem vagyok más, csak egy átutazó. Hölgyeim és uraim, a butikencer ápálinkázva rágyorsított a fekvőrendőrre, hát ha ugrat, mutatom. Duplát megy az elektromossal, az analóg a király. Mik vagyunk mi? Analógok. Mit akarunk? Biciklizni. Mikor akarjuk? Most. Gyerekek. Hát ezt nézzétek meg. A fűnyíró valószínűleg azonnal felkapja a kis Bilbo figurát. Vagy a dildót. Na mi van, Lackó? Mi van? Domborzati viszonyokról? Nem nézted a jelentést? Hát figyelj! Oda tettem az asztalodra a titkárnőddel. Lenn az Alföld, tengersík vidékén. Ott vagyok honn, ott az én világom. Ezek ott jön fel a busz, milyen derék. Na gyerekek, lóra! Lóra! Ott kellett volna balra lemenni azon. Most szórakozol, nem? Nem, hát látod, ha itt lemegyünk, itt vissza kell tekerni innen. Itt beküldene, ez egy zsákutca itt előttünk. Ott van a tébeti gyerekek. Mit csinálunk itt, Emla? Olvassa! Akkor tudja, elolvassa, megihleti, és felveszi a tustollat. Lackóka közben a lábát dugja már be a küllők közé, nem fék ez a kerékpár. Nézzétek már, milyen szép helyeken jövünk. Gyertek, gyerekek, ne álljatok ott a hídon. Beszarok. Ide vízbe. Hát uraim, újabb lépcső következik, csak most fölfele. Én is 18-asban vagyok, Lackó, csak ez fixi. Kuti Bence -1-esbe teker föl. Egy átutazó. Megtetszik a lükkő. But I'm not challenge anyone. Vagy ez van, amit teremtesz, vagy ez marad, ami van. Anybody can see we come up with like burning. Mongo rise up, we burning. Buffets and a mustang, a csapatom, a kapurom, csapüstöt, amikor akarom. Tényleg iszunk a pályán, ne pedig szabadon. Jó, country, real money, penny, buddy, na, na, na. Én meg egy egysebességes versenybicóról nézem, ahogy ezt csináljátok. Hát igen, vannak a kemények. Így érkezünk meg a tanggazdaságba, gyereke. Jó napot, Illés bácsi! Illés bá! Jó napot! Sziasztok! A fiúkat is! Sziasztok! Azt hallottuk, hogy itt már csepeg a nektár. Mindenhonnan is. Srácok, bemutatom nektek Illést. Ő fog minket körbevezetni. Illés, mi történik velünk most? Mit szeretnétek? Hát ezt most itt nem mondanám el. Azt mondja, hogy engedik meg, úgyhogy... Persze, azt nem engedik otthon. Amit itt lehet, azt mond. Jó, akkor lennünk a pincébe, és megnézzük a pincét, jó? Jó lett a termés? Nagyon jó. Ó, gyerekek! És mindjárt meg is fogjátok kóstolni a terméseket. És fogjátok. És ezek mikori üvegek itt, Illés? Van 20-30 éves épiségek. Tehát ezek olyan borok, amik nem sikerültek. Igen. És azt tanítják velük a diákoknak,
hogy milyen, amikor az a baj, ahogy. Ugye? Hát amikor egy adott betegség a borban megtalálható, akkor az ebből kiérezhető, ezzel tanítható. Oh. Mennyi krumplit sütünk ki ebbe az étalajba, gyerekek? Jó, akkor kettőt. Na, így most azért nehezebb lett egyel a hátam. Skacok, ez volt itt a borvásárlás. Most pedig indulunk vissza az A-helyszínre, ugyanis meg kell történjen a tűzrakástól kezdve a smoker befűtésén keresztül. Ez egy hordózott sárga még. Jaj, de beteg! És ezt vihetettek is el, jó? Ezt olyan nagyon szépen köszönjük! De nagyon kedvesek vagytok! Megy itt a taknyolás professzionális módon. Kuti Bence átvette a joystickot. Egy szomelié lazaságával csavarja vissza az alumínium kupakot a magyar versenyző. Szevasztok, szevasztok! Budafok szőlőveszélyein lecsepegtek a nektár minden cseppjei. Felfogtuk poharunkba, megkóstoltuk, és megköszönjük, hogy itt lehetünk. Egészségetekre. Csigiri csepp. Ő lehetne itt. Bőfé! Ütném, agyonverném a bőfé. Az az idegen, igaz idegesítő. Bőfé, jajjá. Illés bácsi. Hát de nagy király volt. Nagyon szépen köszönjük. Hello. Na gyertek gyerekek, mert már meg kéne már rakni már smokerbe, már meg kéne a tüzet rakni. Érdemes lehessen legyen kimenni a pályára. Csak harcol értem, a szerelem vár, szomorú szamuráj. Na ez már itt az, gyerekek, fóliázódnak az asztalok a műhelyben, a srácok már a hagymát aprítják. Mindjárt megépítjük a kinti helyszínt, tüzet rakunk, ezt megindul a bár. Gyerekek, nézzétek de fain! Kinek mennyi jut? Az a nettó tömeg, hogy kinek mennyi jut? Minőséget megőrzi, mint halálig Batman. Gyerekek, Infinity Graphics a fedélzeten, Within Your Moves a fedélzeten, Mangorize a fedélzeten, Johnny's Bistro a fedélzeten. Megkezdődött a Bence közben a 13. kiló hagymáját pucolja meg. Bencus, de jó, mi ez? Oda nézzetek, srácok, milyen szépen mossa az írma ezeket a paddizsánokat. Fajá! Gyerekek, itt a rengeteg máj! Nézzétek már, milyen jól csinálják a szívjuk. Nézzük, ott van vannak a vineták. Vineták az a visszatban. Gyerekek, legközelebb nem kell félbe verni. Gyerünk, smoking the vineta! Közben a pecsenye kacsamány zsírjában annak a kezdeti stádiumon, revíziós elvtársak. Turkolunk, szurkolunk. Nézzétek, nézzétek! Mi készül itt, Lackó Mackó? Megdúsítjuk az akuszkát babbal, hogy több legyen belőle. Szaporítjuk. Nagyon jó, nagyon jó. Lackó. Hát te már porciózgat. Ilyen volt a kacsanya pecsenye, az akuszka, ti pedig iratkozzatok fel, és kattintsatok a csengőre. Köszönjük ezreket!